Sziasztok, üdvözöllek benneteket, Rozná Gyöngyi vagyok a Nyugat főszerkesztője, ez pedig a Nyugat podcastje, egy különleges vendéggel, amikor azt mondják nekem, hogy mutassak egy olyan szombathelyét, aki sokra vitte, aztán meg azt mondják, hogy mutassak egy olyan magyar focistát, aki sokra vitte, akkor egy picit gondolkodnom kell, aztán rájövök arra, hogy lehet egyesíteni ezt a kettőt, és meg is hívtuk ezt az embert, aki egyesíti ezt a kettőt, úgyhogy üdvözlöm Király Gábort itt a Nyugat stúdiójában. Sziasztok! Hát aki nem ismerné Gábort, ő az a szombatheről induló magyar labdarúgó, aki a Bundesliga-ban egyszer az év legjobb játékosa volt, aki ötször kapott aranylabdát, ha jól tudom, háromszor volt az év magyar játékosa, és egészen pár héttel ezelőttig 108 válogatottságával vezette a magyar labdarúgóknak a válogatottsági listáját, vagyis aki legjobban, legtöbbet szerepelt a magyar válogatottba. És ha ez még nem lenne elég, akkor üzletemberként is jól szerepel, mert létrehozta a Király Sportcentrumot Szombathelyen, ahol kapusiskolát is működtet. Rendszeres szereplője most is a sportéletnek, és egyáltalán a sport aktív pályafutását átvitte az üzletemberi pályafutásába. Aki pedig valami olyan sztorit szeretne akit, amit mindenki ismer, hát ott van a szürke mackónadrág sztoria, amit az Európa-bajnokságon viselt, amikor kijutott a magyar válogatott. Egyrészt ritkán jut ki a magyar válogatott felsőbb küzdelmekbe, másrészt ez a mackónadrág bejárta a világot, ugye? És megnéztem, most, hogy kapható-e még a sopotban, a Király Gábor féle mackónadrág, és igen, kapható szürkében 11.200 forintért. Ez most a reklám helye. A logóján pedig látható egy kis rajz, ami téged ábrázol, mikor, mikor is egy öröm, amikor kijutott az ebére a magyar csapat, akkor te állítólag örömtáncot jártál. De ezt hát, a táncot nem találtam meg. Hol van? Ez ugye a második gólunk ö, után született, ö, a Norvégok ellen, amikor Budapesten játszottunk, és 80 perc, 80. perc körül rúgtuk be a második gólt, akkor kettőn óra vezettünk, és akkor ez egy ilyen gól öröm volt, és egy fotós nagyon elkapta a momentumot, a pillanatot, és mikor kerestük a brandnek a logóját, akkor ez pont egy olyan jelképes mozdulatnak gondoltuk, ami az a pillanat, hogy megerősítettük magunkat abban, hogy kiúta a, magyar válogatott az Európa-bajnokságra, ezért, ezért döntöttünk emellett a fotó mellett. Egyébként mikor érezted meg, hogy ebben a szürke mackó mekkora üzleti lehetőség van, és hány darabot adtatok el eddig belőle? Ugye én nem nagyon foglalkozok az üzleti részével, mélységében, hanem inkább az igényeket próbálom felmérni. Ugye 96-ban még szombathelyen kezdtem el szürke nadrágban védeni, és 26 éves pályafutásom alatt 23 évet védtem szürke nadrágban, természetesen azért néha védtem rövidnadrágban is, de ezek, ezek már 96-tól elindultak. És nekem az volt a fontos, hogy komfortos legyen a védéshez. Tehát én nem a külsőségre adtam, hanem igazából az, hogy én jó teljesítményt nyújtsak, én, én próbáltam ennek megfelelni, és pont ezért is választottam a hosszú nadrágot. Ugye a régi rossz pályák miatt alapból melegítőbe játszottunk, illetve védtem. Ugye a magyar pályáknak sajátossága, igen. Igen, a mi gyerekkorunkban azért salakos pályán, fagyott salakos pályán, betonon azért kellett ugyanúgy vetődni, és, és, majdnem minden kapus ugye hosszú melegítőbe védett. Ma már ez ugye elképzelhetetlen, hogy valaki hosszú nadrágban és alakon védjen, legalábbis profi egyesületek utánpótlásában. Csak az érdekelt volna engem, hogy vajon hány ember van ma a világban, aki a te melegítő alsódban focizik vagy véd. Meg hogy hány helyről? Vannak azért követők, vannak olyan emberek, akik most már 40 fölött vannak, közel az 50-hez, és találkozok is ilyen emberekkel, hogy annak idején, mikor én a Bundesligába védtem, ők is elkezdtek védeni, ők is kezdték ezt használni úgyhogy nem tudom, hogy mostanság mennyi van, de igazából én ugye már befejeztem a labdarúgást. Egyébként pedig megéreztél valamit a divatból, tehát ha most megnézed az utcai divatot, ilyen melegítő nadrágban mászkál mindenki, úgyhogy... Igen. Annyi még ez a sztorihoz, hogy 26 év alatt nekem otthon nem volt szürke a drágom, hiszen én abba védtem, abba edzettem. Na most, hogy befejeztük a, vagy befejeztem a focit, így nekem is van most már otthon szürke nadrágom, úgyhogy... Mondhatjuk úgy is, hogy a szürke elég volt a pályán, otthon más szerettél volna. Így van, hát igazából az volt, a, amiben dolgoztam, ami, amit minden nap használtam, és ha hazamentem, vagy éppen a családdal volt valami privát program, akkor egyértelmű, hogy nem ugyanazt a szürke használtam. Azt is mondják, hogy Király Gábor valahogy azért más, mint a többi magyar focista, mert az életmódja is más. Tehát amikor te bármilyen pozícióba is voltál vagy játszottál, mindig azt mondták, hogy te egy visszafogott, meggondolt, nem pénzszóró ember vagy. Nem az a típus voltál, aki hazajött egy szombathelyre, mondjuk miután a hertába játszottál, és abszolút sztár voltál, és egy ferrarival akartál volna végig bum 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 mozdni, ott a főtér környékén, hogy megmutass, hogy na, megjöttem szombathelyek, és mire jutottam és most, ahogy néztem a veled kapcsolatban a videókat, láttam, hogy egy mini ülsz, és megkérdeztem, hogy még mindig egy mini van. Milyen autóid vannak, Gábor? Hát nekem nem azok a fontos dolgok, akár az öltözködés, vagy az autó, vagy a ház, vagy bármi. Én azt gondolom, a belső értékeink azok, azok mi, mi vagyunk saját magunk, mi tesszük fel a létszet saját magunknak. Én alapjából éve ilyen neveltetést kaptam szüleimtől. Ugye édesapám a haladásban is futballozott profi szinten. Ugye édesanyám, meg azért a régi főiskolán, ami most már egyetem ott dolgozott, mint, mint vendéglátós, mint büfés, és azért én is nagyon sok embert onnan ismerek gyerekkoromból, hiszen én is nagyon sűrűn mentem be segíteni de talán neveltetésnek is köszönhető, meg ugye feleségemmel most már 30 éve alkotunk egy párt, és azt gondolom, hogy mindig vannak nehézségek, de azokon mindig együtt átmentünk, és mindig figyeltem arra, hogy én, én mindig jobb legyek, mindig alkalmazkodjak dolgokhoz, Úgyhogy talán ez így az élet megnevelt minket, meg ugye 18 évig mi kint éltünk külföldön, tehát ott nem volt se család, se barátnők, se barát, tehát ott, ott, ott ö, saját magunk ö, voltunk, és ugye gyerekeink is ott születtek, tehát azért ö, a külföldi élet is ö, megtanított sok mindenre. Azt mondom, hogy 21 éves koromtól 39 éves koromig én ott szocializálódtam, ott láttam azokat a dolgokat, amivel ö, kinyílik a, a világ, és ö, Sosem gondoltam azt, hogy többet kéne mutatni, vagy vagy többet kéne kifelé bizonyos tárgyakkal mutatni. Én én mindig is a szombathelyi egyszerűségnek voltam a, a híve engem ismernek gyerekkoromtól. Ö, igen, megfordultam sok helyen, de az nem azt jelenti, hogy nekem úgy is kell viselkedni, vagy esetleg mások. Egyébként azért így is nagyon érdekes látvány, mint Király Gábor beül egy Minimorizba is megy. Szóval azért a hatás megvan, nem kell ahhoz Ferrari, hogy hatást érjünk el. Azt mondtad, hogy te nem Magyarországon szocializálódtál igazából, és nem a magyar sportéletben. 19 éves korodban kikerültél. Vajon mit gondolsz arról, hogy a magyar foci közegben való szocializálódás, az mit jelent? Tehát miért van az, amiről most beszéltünk, hogy sokszor úgy érezzük, hogy a magyar focistáknál a teljesítménynél sokkal többet jelent a, a, az egyfajta illúzió, a megmutogatása, hogy min van, ki vagyok én, és mintha Magyarország egy külön világként létezne, Léteznek itt magyar futball teljesítmények az országon belül, és azt gondoljuk, hogy fantasztikusak vagyunk. Aztán kimegyünk külföldre, ott már nem vagyunk fantasztikusak. Hazajövünk, és újra úgy csinálunk, mintha fantasztikusak lennénk. Tehát hogy szakadt el így a magyar foci a nemzetközi focitól? Én onnan kezdeném, hogy Magyarországon minden maximális alapot megkaptam, minden emberileg, mint szakmailag, hogy tovább tudjak lépni egy külföldi szintre tehát nekem nagyon jó kapus edzőim voltam, szar, voltak Szarka Zoltán és Hegedűs Péter személyében itt Szombathelyen, de kiváló edzőim is voltak Szöllősi Emil, Varga János, Iszak Sándor és a többiek, akik nem csak edzők voltak, hanem neveltek is minket, úgyhogy maximálisan én megkaptam mindent azt, ami kellett egy jó bázishoz, és a következő lehetőség az, hogy tovább tanuljak külföldön, Soha nem felejtettem el, hogy honnan jöttem. Voltak vízióim, mai napig is vannak a jövőben lévő víziók, amiket el szeretnék érni, de talán a, a, a német profi mentalitás megmutatta azt, hogy, hogy kudarc és siker között nincs nagyon különbség, hiszen az egy pillanatnyi eredmény, hanem bennünk van az érték, és nekünk kell azért tenni, dolgozni, hogyha többet akarunk elérni. A személyiség függő az, hogy, hogy ki mit gondol a fociról. Külföldön is vannak olyan labdarúgók, sőt azt gondolom, ott, ott talán több van, aki, aki, a teljesítményhez képes kicsit többet mutat kifelé, de ez mind egyéni személy, vagy karakter, vagy, vagy olyan, olyan kérdés, amiben ő esetleg komfortosan érzi magát, vagy otthonosabban. Én sose voltam ilyen, tehát sose gondoltam azt, hogy... hogy Igen, ő... de visszatérve a dologra, most meg kell, hogy szerinted van-e valami konkrét oka, hogy így elszakadt a magyar valóság és a nemzetközi valóság? Mert azért azt hiszem, ebbe egy picit úgy egyetértünk, nem? Hogy van egy ahogy így vélekedünk Magyarországon belül a saját foci teljesítményünkről, és ahogy ez valóságban a nemzetközi szintet tükröződik. Minden országot külön kell nézni, külön kultúra, külön gondolkodásmód, a magyar ember másképp gondolkodik, mint egy angol vagy egy német. Ugyanúgy az angol is másképp gondolkodik, mint a német. Tehát nem lehet összehasonlítani sem a ligákat, sem az embereket, sem a közeget, sem az életszínvonalt. Mindig én azt mondom, hogy ahol élünk, ott kell a legjobban teljesíteni, ott kell onnan kell kitörni. Én például nekem soha nem volt olyan vízióm, hogy én egy sztárcsapatnál szeretnék játszani. Én mindig jó akartam lenni, én mindig a legjobb akartam lenni. És ha az ember így áll hozzá, dolgozik, akkor a lehetőségek jönnek vele szembe, és akkor kell majd dönteni, vagy jól dönteni. Változó a nemzetközi futball, csak most nézzük meg a németeknél is, hogy régebb óta vannak már problémák. Feltetjük ott is a kérdés, hogy mi az. Egyszerűen a generációk változtak, az élet ritmusok változtak. A mi időnkben nem volt ennyi digitális eszköz, most van teljesen más az embereknek az értékrendje, ugyanúgy külföldön is, mint Magyarországon. Én mindig azt mondom, hogy helyileg kell ezt, ezt kezelni, a kérdésedre, illetve a kérdésedre irányuló választ. Magyarország emlékezünk csak akár a 2000-es évek elején nagyon sok, kül, nagyon sok magyar labdarúgó játszott a Bundesligába. Most kevesebb játszik. De most ex-jugoszláv játékos is kevesebbet játszik már a Bundesligába. Tehát ez, ez egy össze, összességében egy, egy globális ö, változás, nem kimondottan ö, csak a magyar, vagy a horvát játékosokra, vagy az osztrák, vagy bármilyen játékosokra érvényes, hanem ez egy globálisan. Én azt gondolom, a magyar labdarúgás az utolsó 10-12 évben ö, fejlődött, hiszen ö, olyan intézmények vannak, ahol lehet oktatni, ahol lehet jól oktatni. Nem mindegy, hogy egy göröngyös pályán passzolgatjuk a labdát, és 10 perc azon, azzal telik el, hogy visszahozzuk a labdát, és az már az oktatásból kimarad. De viszont meg kell tölteni ezeket az intézményeket minőségi edzőkkel, minőségi játékosokkal, és én azt gondolom, hogy ez a folyamat ez folyamatosan megy. Úgyhogy... Akkor vegyük úgy, hogy az egyik része már készen van, az infrastruktúra készen áll arra, hogy jó edzők és jó játékosok tudjanak ott dolgozni. Így van, az alap megvan, ugye ez azért egy 50-60 éves fejlesztéseknek a, a hatása, de viszont ugye mindenki arra kíváncsi, hogy mi is volt labdarúgóként, vagy labdarúgónként, hogy szakemberek, minőségi szakemberek minőségi képzést csináljanak, de ugyanígy akár az iskolákat, ha egy nagyon szép iskola épül, ott is olyan pedagógusok, tanárokat akarunk a gyermekeinknek, akik tényleg nevelnek, minőségbe oktatnak. Tehát az élet minden területén így van, akár a, az orvoslás terén, tehát azt gondolom, hogy ez, ez sehol nincs máshol, hogy... Visszatérve egy kicsit a szombathelyi gyökereidre, meg uh, arra, hogy neked milyen fontos a család, meg apukád, ugye, aki a haladás középpályása volt. És nemrég szombathelyen egy kis részt is élneveztek apukádról, és felállítottatok egy hatalmas boron szobrot a te uh, sportlétesítményed mellett. És én nagyon sokat gondolkodtam a. a annó, amikor a király létesítményt elkezdted, 20 évvel ezelőtt kb. elkezdtétek építeni, hogy Király Gábor, aki annyi helyre mehetne, és annyi helyen indíthatna a iskolát, miért új a tyukok, tyukos udvarok, <laughs> meg a nem is tudom, kicsit a temető hátam mögött, meg a világ végén kezd el ott valamit csinálni. És ahogy olvastam ezeket a cikkeket, megtaláltam a te nyilatkozatodat, hogy azt mondtad, hogy ezen a helyen, ahol most a Center szobrot bán, átad, átadjátok, húsz évvel, hogy e, itt volt az, ahol téged apukát tanított focizni. Nem egészen. apu itt focizott legelőször, 5-6 évesen. Ez egy nagy rét volt? Ez egy nagy rét volt, itt ugye földművelés is folyt és egy idő után egy kaszáló rét lett, és a faluban lévő, hogy édesapám és édesanyám is új újperintiek, és apu mindig ellógott focizni a rétre, amit ugye az idősebb férfiak lekaszáltak, és akkor ott fociztak, és a, a mostani centerpálya helyén volt igazából a, a pálya, és mikor ez kipattant ez a gondolat, hogy én a pályafutásom után 25-26 éves lehettem, Uh, hogy a pályafutásom után én mit szeretnék csinálni, akkor uh, igazából eldöntöttem ezt a dolgot, hogy én a sportban vettem részt, én a sportot láttam, uh, a sportnak a szakmai, üzleti uh, lehetőségeit én, én láttam, és azt akartam uh, ide szombathelyre uh, bele, uh, helyezni, de. Igen, nem te voltál az egyetlen, aki annak idején is, meg most is. Ugye, miért pont szombathelyre? Ugye az meg, nyil... Miért pont arra a helyre? Igen, Igen, és akkor? Ugye az akkori nyilatkozatukban is, ezt szerintem a 99-es évek vége, 2000-es évek elején megkérdezték, hogy mit szeretnék majd. És azt mondtam, hogy a külföldi tapasztalataimat szeretném hazahozni Magyarországra, a magyar gyerekeknek, a magyar edzőknek azt átadni, hiszen kiártam egy olyan ösvényt, ami, ami nagyon kemény volt, hiszen külföldön kétszer-háromszor többet kell teljesíteni, mint egy helyi, és csak is így lehet fent maradni a színpadon, de azt gondolom, hogy szép fokozatosan lépegettünk mindenbe előre, úgyhogy kell a tapasztalat egy ilyen sportlétesítmény működéséhez is. Azért van, azért építetted oda arra a helyre, mert apukád ott focizottan? Igen, abszolút, igen, az volt a, a választás, úgyhogy, meg én is nagyon szeretem új perénti részt, én ugye a nagymamáiméknál ö, nőttem fel ö, nyaranként, ugye unokatestvéremékkel, úgyhogy mi bejártuk a környéket gyerekként, tehát nagyon vonzódom ahhoz a közeghez, meg hát ö, viszonylag nyugodt ö, területem van. Apukád azt hiszem, így felülről is elégedett lehet a fiával, nem? Nagyon Tehát, úr, hogy adon a réten csináltál egy futballpályát és egy sportcentrumot, ahol ő focizott gyerekkorába, és ott a szobra és az utcája. És e kapcsán eszembe jutott még egy. Ugye te, lehet, hogy sokan nem tudják, tíz növénykertészként végeztél a Hermanban. Egyébként foglalkozol Igen. még ilyesmivel? Érdekel a természet, érdekelnek a növények. Most már az éghajlat miatt azért sok változás van, illetve sok variáns, növényvariáns keletkezett, de abszolút ugye a latin nevek azok megmaradtak, hiszen ugye latinul tanultuk a, a növényeket, meg rögtön. Mikulás virág? Azt pont nem tudom. De viszont a Karácsonyfa? A, azt sem tudom. De viszont a, a Hedera Helix, ami ugye a Borostyán, tehát azért... A szombathelyhez kötődik Borostyán igen, a, igen, Hedera... Igen. Hedera Helix. Hedera Helix. Tehát azért jutott ez eszembe, Herman, amikor szombathelyre költözött az Illés Akadémia, akkor a központja a Herman iskolába volt. Most már továbbfejlődtek és továbbmentek, de mégis ehhez is volt valami közöd? Abszolút nem, hiszen én akkor külföldön éltem, tehát én az én dolgaimra fókuszáltam mindig. Úgyhogy én még ahol az akadémia most áll, én még ott a gyakorlati kertbe, illetve a, a, igen, a gyakorlat, gyakorlati kertben ott oltottuk például a, a gyümölcsfákat, ott végeztünk olyan munkát, ami, ami kell lehez a szakmához, úgyhogy az egy ilyen gyaksi kert volt. Akkor ez egy véletlen egybeesés? Abszolút. Két, véletlen. két sport, nagy sportkomplexum is létesült, király Gábor gyerekkori emlékéje is kötődve. De ha már az Illés Akadémia felmerült, akkor nagyon érdekes hely szombathely mert hogy egyrészt van egy labdarúgó csapata, amelyik az MB2 és az MB1 között ingatozik, most éppen lejjebb van, Ugyanakkor olyan fajta nagyon erős sportlétesítmények vannak itt a labdarúgásban, ami máshol nem biztos. Tehát építettünk egy nagy, épített nekünk az állam egy nagy haladástadiont, van a te nemzetközi kapusiskolád, a sportcentrumod és egy király ese sportegyesületed, és ugyanakkor az Illés Akadémia is ott van, amelyik hát az egyik legnagyobb akadémiai beruházás, ma állami beruházás Magyarországon, ugye mindenféle feltételekkel, edzőpályákkal, aki oda kisétál, az látja, hogy ott aztán minden, amit el lehet képzelni, van nagyon-nagyon-nagyon sok milliárdból. Tehát mit gondolsz te, hogy került szombathely így a, így a foci központban, Miért éppen itt? Én csak magamról beszélnék, mert ugye eleve nem voltam itt ezekben az időszakokban. 2003. -an... Tehát azt mondod, hogy ezek a fejlesztések párhuzamosan zajlottak? Én csak az enyémre tudok uh -huh. fókuszálni, meg koncentrálni. Egy a haladás. Maga tradicionális egyesület, szerintem Szombathelyen nincs olyan gyerek, aki ne focizott volna a haliba, akár az én koromban is, akár egy-két napot is, hiszen egyetlen egy profi egyesülete van a városnak. És 2002-2003, amikor elkezdtük a létesítmény fejlesztését, pont ez volt a, a célom, hogy egy olyan kis közeget ki tudjunk alakítani itt a szombathelyi gyerekeknek, a szombathelyi polgároknak, akik ő, tudnak ő, sportolni, hiszen azért a 2003-as években nem az volt a jellemző, hogy ott épp sportpályák épültek. Apu ezt így meg is jegyezte, hogy miért pont most. Én azt mondtam, hogy... A bocsánat, akkoriban zárták be inkább az összes meglévő így sportpályát, van. ugye a szombathelyre nézzük a Pamut pálya, így aztán van. mennek sorba, aztán a Spartakusz pálya van. is megszűnt, nem is tudom, maradt-e még. Így, így van, és ö, én nekem ugye, én, én a, annyira azt láttam, hogy a külföldi tapasztalatokat ö, ide ö, a hogy én úgy nagyon nem foglalkoztam így mással, hiszen a, a saját dolgainkat építettük, figyeltünk a, a hibákra, a dolgokra, hova akarunk elérni. Tehát éppen ezért ugye a mi létesítményünk az saját tőkéből indult el, tehát mi a saját tőkénket tettük bele, a dolgozókat abból fizettük, tehát igazából ott egy ilyen, egy ilyen magánberuházás volt, amit lehetett is tudni. És onnantól kezdve fejlődött ez ilyen szintre. Az, hogy az akadémiával kapcsolatos fejlesztés vagy egyéb olyan dolog, az, az, azt én nem tudom, illetve nem láttam bele. Azt én is láttam, hogy épült egy, meg, meg én is őt Mert hogy itt szombathely így elméletileg egy foci központtá vált, miközben egy MB2-es csapat focizik éppen a stadionban. Tehát érdekes így a kívülálló szemével. Igen, ugye ez az akadémiai rendszerén ugye nem vettem részt be. Benne. tehát ö, nem tudom, hogy milyen koncepcióval indult, ö, valószínű azért, hogy minél több minőségi játékos. Ö, Mikor indul... alakították ki ezt az akadémiai rendszert? Van. Hát szerintem olyan 2008-10-ki, valami körül. Csak eszembe jutott, hogy akkor bőven megkérdezhettek volna téged, és mint megfelelő nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező De, mivel, de mivel én nem voltam itthon, én aktív Jok. sportoló okay. voltam, tehát így azért, így azért ö, nehéz ezt... Ö, azt gondolom kontrollálni. Én saját dolgainkkal voltam elfoglalva, ott is volt, meg van a mai napig is bőven feladat. Bocsánat, közbevágtam, pedig nagyon érdekes dolgot mondtál, hogy nem voltál ott a koncepció kialakításánál, de mi a véleményed az akadémiai rendszeres koncepcióról, vagy mit tudsz ezzel kapcsolatban elmondani? Ezt inkább egy akadémiai vezetőtől kéne megkérdezni, hiszen ők vannak benne szakmailag, ők vannak benne infrastruktúrába, fejlesztésben, tehát én, én ehhez nagyon nem tudok olyan szinten érdemben hozzászólni, mert én az én dolgaimmal voltam elfoglalva. Egyébként nagyon érdekes, igen, te egy kicsit hozzá is tartozol a magyar elit sportélethez, meg nem is. Tehát ha nézi az ember a budapesti nagy eseményeket, akkor sokszor ott vagy, mikor labdarúgással van kapcsolatban, megemlékezéseket tartanak, jeles sportolókat hívnak meg. Néztem a Facebook oldaladat, rendszeresen tartasz motivációs tréningeket, jársz Magyarországra, külföldre is. Ugyanakkor pedig mégse vagy úgy jelen, mindig azt mondod, a te dolgodra koncentrálsz, a te dolgodra koncentrálsz. Sokszor próbáltak téged politikai állásfoglalásra is késztetni, vagy a politikába aktívan bevonni. Elsőként arra emlékszem, mikor a haladás stadion épült, és akkor sokan szerették volna, ha pró vagy kontra véleményt mondasz, hogy egy ilyen kisvárosba kell-e egy a stadion, de, de nagyon elegánsan kivonultál ebből a kérdésből, tehát nem, nem vállaltál igazából véleményt. Aztán felrepentek olyan hírek, hogyha lenne ideális polgármester jelöltje Szombathelynek, az a Király Gábor lenne. Tehát úgy, úgy letarolnál mezőnyt, de nem vállaltad. Tőlem senki soha nem kérdezett meg politikai De Erről De hallottad, hogy, hogy polgár... Nem foglalkozok olyan dolgokkal, ami nem az én számból uh -huh. ö, jönnek, hiszen én nem értek a politikához, én a sporthoz értek. Én a sportvilágába ö, mozgok otthon. Innentől kezdve szerintem teljesen mindegy, hogy az orvoslásról, vagy a politikáról, vagy miről beszélünk. Nehéz Kívül maradni a politikán? Annyira átpolitizálódott az egész magyar társadalom. Rengeteg napi feladatom van, amiben nem férnek bele a, a, a hírek, nem férnek bele olyan mellékes dolgok, amik nem engem érintenek, és én inkább dolgozok teszek a, a jövőért, és tehát én 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 ilyen gondolkodás vagyok, sokan ezt nem tudják, de én, én ugyanúgy, ahogy labdarúgóként is elég céltudatos vagyok, megyek előre, és tényleg tehát ami, amihez nem értek, azt nem, nem, nem akarom ö, abba az irányba, én nem akarok... Ö, nem haragudtak de... meg rád ezért? Kicsoda. Hát, hogy nem vállalták konkrét politikai szerepet. Nem is kért meg senki. Meg nem. nem is kérdezett meg senki. Úgyhogy tehát ez mind, mind gondolom, a médiának a spekulálása, de engem soha senki nem kérdezett meg ilyen irányból, meg szerintem az azért egy külön szakma, tehát ezt külön ki kell tanulni nagyon sok évet benne kell lenni, ugyanúgy, mint másban, és épp ezért a sport része viszont az életem része, tehát azok a zsigerből tudom azokat a, a dolgokat, miért ne csinálnám azt, tehát számomra nem is volt soha kérdés. Hát polgármester jelölt nem, nem lettél, viszont szombathelyi díszpolgára lettél. Tehát azért, ha az ember megnézi, hogy mi minden van felsorolva a nevedhez, 46 éves korodba, azért ez egy szép lista. A szombathelyi diszpolgárságával együtt. Visszatérve a politika mentességről és a, 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 ségre és a te saját sport centrumodra. Azt mondtad, hogy mindez, amit létrehoztál, a saját erődből indult el. De ugye már nem csak ott tartunk, és azért beszéljünk, hogy hol is tartunk. Tehát, hogy egyrészt milyen létesítményeket hoztál létre, mert én az utolsó, amiről hallottam, ez a szálloda volt. Ugye, Parkhotel, király Park Hotel néven, 31 szobás szálloda. Tehát a sportpályáid, a Nemzetközi Kapus képződ mellé egy szállodát is építettél, ami logikusnak tűnik, mert valahova jöjjenek azok, akiket tanítatok, vagy akik tanítanak, de mindez már nem a saját beruházásodból valósult meg, és ha téged bármiféle politikai támadás ért, akkor ezért ért, mégpedig azért is, is most megnézem pontosan, mert 4 milliárd 505 212 ezer forintot kaptál állami támogatásként, ha jól tudom, a modern városok projekt keretében. Ugye ezt a Király Sport Egyesület kapta? Bocsánat, hát a ezt, Király Egyesület ezt kapta. nem személy kapta. Ugye Király Gábor ö, rendelkezett a, a tulajdoni részsel, és a fejlesztést azt a Király Sport Egyesület kapta, a Város Egyesülete, tehát egy hivatalos bejelentett városi egyesület, amiben Király Gábor ö, irányítása, illetve partner ö, volt abban, hogy ö, egy ilyen szép létesítmény szombathelyen kialakuljon. Ugye 15 éven keresztül, ha jól tudom, ö, ment a folyamatos ö, fejlesztés, és ö, mikor miniszterelnök úr szombathelyen járt, ö, nem tudta, hogy ö, van ilyen sportlétesítmény, holott ö, ö, ismert a magyar válogatott ö, miatt. És ő, ő mikor látta ezt, ő, akkor ő, szimpatikus volt neki, és azt mondta, hogy ha szombathelyen van egy ilyen, akkor ő ezt, tám ő ezt támogatni szeretné. Tehát ez egy szombathely városát is érintő projekt. A vízióim megvoltak, tehát egy rehabilitációs központ szintén van. Ugye, tehát szállásra. amikor azt mondták, hogy támogatnák, akkor te mellett tudtad az asztalra tenni azt, hogy te meg ezt szeretnéd. Mert azt mondtad, az hogy, hogy voltak vízióid. Tehát, hogy amikor Orbán Viktor ott járt és mondta, hogy ez jó ötlet, és ezt lehetne uh -huh. tovább fejleszteni, akkor te már tudtad, hogy így meg így lehetne továbbfejleszteni, mert mondtad, hogy meg voltak a vízió. Így van, mert külföldről a tapasztalatokat hoztam, és a most megjelenlévő, vagy megalakuló épületek, ezek mind külföldi módszer alapján épültek, olyan funkcionális egységek, amik azt gondolom, hogy újak lehetnek itt szombathelyen, és a visszajelzésekből ez is jön, hogy ez egy olyan, mintha egy ilyen külföldi, illetve nyugati kis létesítmény lenne én azt gondolom, hogy ugye először dolgoztunk, elkezdtük a munkát, utána ez valakinek szimpatikus volt, és tovább tudtuk fejleszteni az embereknek, a sportnak, az egészségügynek, azért munkahelyet, munkahelyek lehetőségét teremtettük meg, sportolni vágyok jönnek, hogy ez hogy épül fel pontosan, mert ez én érdekel, mm. hogy logikailag, hogy mm. lehet egy jó sportközpontot. Ezt mindjárt megkérdezem tőle. Csak még egy mondattal visszatérve ja. a támogat. Kettő, amit tisztáznunk kell. Aztán, hogy egyrészt sok támadás érte téged, személyesen emiatt a 4 milliárd 505 millió forintért. Én azt gondolom, ez a Király Sport Egyesületnek a támogatása. De hogy támogatása. téged, téged Azt, hogy ez másképp van kommunikálva, vagy az emberek mást látnak bele, arról én nem tehetek. Ugye az összes dokumentum nyilvánosan minden fent van, tehát minden tisztán le van írva. Úgyhogy én mindig az én dolgaimmal foglalkozok, az én feladataimmal. Én mindig, mindig tisztában vagyok azzal, hogy mi a következő lépés, mit kell, mit kell tenni a fejlődés érdekében, az előrehaladás érdekében. Az, hogy néha az emberek mást néznek ki egyes -egy szituációkból, anélkül, hogy bárki megkérdezne, vagy, vagy az ilyenekkel nem nagyon foglalkozom. Akkor nézzük meg, hogy mi az a vízió, ami a király Gábor fejébe van. Tehát milyen centrumot szeretnétek kiépíteni egymásra építve, hogy gondolod, hogy hogy kéne működni egy jó foci centrumnak jelenleg Magyarországon? Ugye azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy mivel saját beruházás volt ugye az elején, itt saját tőkét tettünk bele, és a mai napig is, ugye a fejlesztésre szól a, a támogatás, nem a fenntartásra. Tehát a másik sportintézményekkel ellentétben mi nem kapunk semmiféle olyan fenntartásra jogosult összeget, Amiből mi működtetjük, mi saját magunk működtetjük ezt, az Egyesület saját maga működteti, és pont ez is volt a vízió, hogy gazdaságilag is működjön egy ilyen komplexum. Nekünk a fejlesztésben a legelső mondat volt az, hogy fenntartható legyen, tehát mi tudtuk azt, hogy hol szeretnénk eljönni, és maga az épület is, az egész közeg is így van kialakítva, hogy egy fenntartható, és akkor még nem tudtuk a mai energiaárakat, ez volt, ez volt az irány, és olyan szegmenseket alakítsunk ki, ahol a játszótértől elkezdve a téli edzés lehetőségek, a hölgyek, ...nek a, a mozgás lehetőségei, az időseknek a mozgás lehetőségei, tehát a, a, a társadalomnak a különböző rétegei is ki tudjanak jönni, tudjanak mozogni, jól érezni magukat, rehabilitálni, akár pihenni nálunk, hiszen aki nálunk pihen, az szombathelyen pihen, tehát szombathelyről viszi ezeket a híreket, és az a létesítmény az 50 év múlva is ott fog lenni, én már nem biztos, hogy ott fogok lenni, tehát egy olyan értékteremtő projektet szeretnénk, amivel Szombathely városa biztosan tudna fejlődni, és ugye az sem másodlagos, hogy én mikor külföldön jártam, min sosem mondtam azt, hogy én Magyarországról Budapestről jövök, hanem Szombathelyről jövök, és ezt a mai napig a külföldi játékos társaim is így tudják, és így mondják, van, aki meglátogat, és tényleg abszolút látja, hogy hogy az ember tesz azért, hogy másoknak jobb legyen a közeg, a harmónia a dolgozóknak, az alkalmazottaknak, hogy jó közegben tudjanak dolgozni. Úgyhogy ez a, ez a célom, ez a vízium, hogy ezt tovább vigyük, és egy olyan kis közösséget alakítsunk ki, ami egy idő után minőségi váltás is tud lenni. Akkor egyrészt a sportcentrumba ezek szerint bemennek, bemehetnek a helyiek, a környéken élők, van ott sportolási lehetőség, edzési lehetőség, tehát egy ilyen szabadidős tevékenységet végezhetnek. Másrészt ott van az Te Nemzetközi kapusiskolád. Iskolád. Ez hogyan, mi módon működik? A Nemzetközi kapusiskola Iskola az 2013-ban alakult, és ö, az is igazából igény szülte programokat csinálunk, táborokat csinálunk, különböző előadásokat csinálunk, és ez ilyen, inkább ilyen tehetségkutatás, amivel kiválasztunk egy-egy tehetséget, majd az Egyesületünkbe hozzuk. Vannak, voltak ugye Szegedről, Budapestről, Pápáról, most Ajkáról is van ilyen egyesületi tagunk, aki, aki ennek köszönheti, hogy a kapusiskolába felfedeztük, most jelenleg a tehetségnevelés folyik a versenyeztetéssel, és utána pedig egy olyan jövőképet mutatunk a gyermekeinknek, akik akár a sport, illetve akár az iskola terén, hiszen erre is vannak nagyon jó példák, meg tudják elni a helyüket, sőt, aki külföldön jár egyetemre a Király Sportegyesület befejezte után, ő valószínű, hogy hozzánk tér vissza, mint munkaerő. Tehát gyerekként kineveltük, majd elment külföldre egyetemre, és onnan visszajön, és egy nagyon értékes munkaerő lesz. Tehát egy, egy jövőképet állítunk fel a gyerekeknek, tehát mi, a mi egyesületünk nevel, és egy olyan közegben, ahol, ahol emberi a közeg, ahol nem feltétlenül óriási teljesítményt kell szolgáltatni, de viszont ha valaki ki akar törni, valaki a profi irányt választja, azt természetesen kiemeljük, segítjük az útját. Tehát egy kicsit értékteremtők akarunk lenni. Értem. Akkor ezek szerint a klasszikus módon gondolkodtok, pályaképet állítatok fel, Igen viszitek mindenkit tehetségének megfelelően oda, van. ahova még mindig figyeltek arra, hogy tanuljon, Pontosan. rendes iskolában normálisan szedjen össze egy tudást, és aztán jöjjön vissza. Ez általában így volt annó, jobb esetben. A másik módszer az ugye, hogy felfedezünk egy tehetséget, egy darabig neveljük, aztán eladjuk és elfelejtjük. Így van, mi nem ezek akarunk lenni, meg a legelejétől fogva is úgy állunk hozzá. Az edzőinknek megadjuk a megfelelő segítséget a tovább lépésre, a tovább képzésre. Ezért is vannak olyan külföldi kapcsolataink, ahol ők is új impulzusokat tudnak kapni, tehát ezért is nekem az én feladatom ezeket mind előkészíteni, hogy szakmailag az edzők és a gyerekek is előte, előre tudjanak lépni. A szülőkkel való kommunikáció nagyon fontos, hogy a szülő is értse azt, hogy mi történik a gyerekkel, mi történik az edzéseken, a nevelés közben, mi, miért van, hiszen nagyon sok szülő nem futballközegből jön, és éppen ezért meg kell értetni. Tehát inkább egy, egy olyan közeget biztosítunk, ahol mindenki jól érzi magát, és nincs nyomás alatt abból a szempontból, hogy neki mindenképpen focistának kell lenni. Ha valaki ki akar törni, természetesen segítjük, de egyértelmű, hogy, hogy arra is figyelni kell, hogy azért a futballba akik elkezdik a focit, 95%-ából nem lesz futballista. Tehát a világon ez egy ilyen statisztika, 95%-ban nem lesz futballista. Mint a zenészek, ugye? Zenélnek, Igen. zenélnek, aztán lesz Pár százalékú így az van. És az 5 százalék, aki focista is lesz, 2 százalék lesz az egész világon, aki profi focista lesz. Tehát most így a számokkal azért... Akkor én most ő... egy 2 százalékkal beszélek? <laughs> Elképzelhető, igen. Egyébként azt mondják, hogy király Gábor az az ember, akit jobban ismernek külföldön, vagy jobban elismernek szinte, mint Magyarországon? Ilyennel sosem volt ö, gondom, hiszen aki ismer, tudja, hogy milyen vagyok, tudja, hogy ö, hogy lehet velem beszélni, kommunikálni. Tehát soha nem voltak ilyen problémáim. Haladásmeccsekre is mindig meghívnak, tehát a mai napig. Tehát jó a kapcsolat volt csapataimmal is. Ugye Berlinbe, Londonba, Münchenbe visszajárok, hiszen visszahívnak. Láttam, hogy a, a Facebookon is két nyelven kommunikálsz, angolul és magyarul. Igen. Igen, fontosnak tartom, hiszen külföldi követőim is vannak, hiszen azért 18 évet külföldön éltem, tehát azért én nagyon jó élményekkel távoztam mindenhonnan, holott lehet, hogy valami esetleg nem volt sikeres, vagy, vagy kicsit sikertelenebb volt. De én mindig örömmel megyek vissza, mert tudom azt, hogy én ott nyitott szívvel voltam, és én mindent beleadtam, ami, ami az egyesületi munkámat illeti. És talán ezért is becsülik bennem azt, hogy, hogy amilyen én labdarúgó voltam, ugyanúgy emberként is ugyanúgy tudnak rám számítani. Természetesen az időm az nagyon szűkös, tehát nem mindenhol tudok megjelenni, nem minden hívásnak tudok eleget tenni. Ahogy említetted, motivációs előadásokat is tartok különböző szektoroknak. Mellette ugye vezetni a, a sportlétesítmény dolgait. Tudsz egyszerni? Nem nem edzettem, amióta abba hagytam, tehát... Ez szökélye... miért volt? Azt mondtad, elég volt? Ennyi? Igen, én, én, én kisajtoltam magamból mindent, ne, én úgy akartam abba hagyni a focit, hogy ne legyen hiányérzetem, nincsen, tehát a mai napig ö, nem, nem motivál az, hogy... Ö, Nincs, nem, meglátsz egy kaput, nem akarsz befutni. Nem, de ha viszont beállok, akkor viszont elindul minden zsigerből, tehát ö, például Berlinben is ö, mikor a szurkolók előtt ö, ö, megtapsoltak, és ott felléphettem úgy a pályára, azért a vonalon túl visszajönnek azok az érzések egyértelmű, tehát ezeket nem lehet egyik pillanatra a másikra a sarokba tenni úgyhogy, de nem volt nem volt még lehetőségem folyamatosan edzeni, nagyon szeretném ezt elkezdeni de most egyelőre más munkáim vannak szeretnék minél jobban megfelelni a, a, a vezetői dolgoknak sőt, ugye elvégeztem egy akadémia vezetői tanfolyamat is most járok egy sportigazgatói tanfolyamra, tehát képzem magam próbálok jó lenni tudom, hogy vannak hibák de én azt mind ki akarom javítani én jó vezető akarok lenni én, én olyan szeretnék lenni egy olyan líder, egy olyan vezető, aki, aki tisztán kommunikál, egyértelműen mutatja az utat. Igen, akadályok vannak, nehézségek vannak, de azt gondolom, hogy mindig a, a célunkat kell magunk elé helyezni. Láttam egy búja évzárót az ocsongmacsójének és előtte te a bójaiba jártál. Egy idézetet mondott tőled papti Tibor igazgató, és talán pont ez volt, hogy az elvégzett munkának meg kell lennie a gyümölcsének, ugye? Vagy hogy is volt ez a mondat tőled, volt egy idézet. Így van, abszolút. Tehát. Ö... És a gyerekek, hú, 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 tehát abszolút. Tehát, ö, mindig meg akartam kérdezni, mennyire fáj a kapusnak a kapusság? <laughs> tehát, hogy ez jó kérdés, elképzelhetetlen, igen. ott állok, és jön felém az a Nehéz, kemény, gyors labda. Igen. Mire uh... kell gondolni, és hogy kell elviselni a fájdalmat? Ugye gyerekként én már kapus voltam, tehát öt évesen, és onnantól kezdve minden esés, minden ütés az igazából természetes volt. Tehát én nem is tudom elképzelni, hogy valami is, ha elesek, akkor fájjon. Tehát nekünk a szervezetünk, az idegzetünk, vagy az idegrendszer, az egész bőrnek a, 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 a az érintése, az viszonylag nagy dolgokat, nagy ütéseket, nagy horsolásokat kibír természetesen, de ugye ezt edzeni kell, tehát edzésbe kell lenni, úgyhogy ez egy kicsit azért a profi világ azért teljesen más, nagyon, nagyon igénybe veszi, ez is egy külön szakma, és aki nem érti azt a szakmát, az sajnos nem tudja megállni a helyét, de szerintem ezt már korábban is említettük, hogy egy-egy tehetség miért akad el olyan szinten, mert vannak víziók, de nem biztos, hogy abba az irányba mennek, és ott viszont a kemény munkának kell volt. Szóval hogy... lehet, hogy nem bírja a fájdalmat, és úgy akar kapus lenni nem azt mondom, hogy a fájdalmat nem bírja, hanem azokat a megpróbáltatásokat, amiket egy profi futballista akár mentálisan, vagy akár fizikailag is kap, azért 26 éven keresztül a, a, média reflektorfényébe, a szurkolók reflektorfényébe, a saját teljesítményem reflektorfényébe lenni, azért nem egyszerű dolog, főleg külföldön ebből 18 év, tehát elég lenne csak 10 év is, de tényleg azért nagyon sokan nem tudják az én pályafutásom alatt, hogy én mikem mentem keresztül, és mik erősítettek meg engem, úgyhogy ezért is mondtam korábban azokat a dolgokat. Mi volt a legszörnyebb? Nagyon sok magas és mélypont volt. Ugye az a kérdés, hogy meddig tartanak ezek? A mélypont meddig tart, hogy csak egy kis leszúrás, vagy a magas ponton a hullámotkat meg tudjuk lovagolni, azon kell mindig dolgozni, hogy a mélypontok minél gyorsabban visszajönnek pozitívba. Nagyon sok volt ilyen, tehát szerintem mindenki hétköznapi életében is alapból vannak ilyen problémák, csak az sokkal fajsúlyosabb egy, egy profi sportolónál. Ezek a, ezek a, dolgok, és ezt nagyon sokan nem tudják rólam, hogy én külföldön ö, hogy álltam meg a helyem, hanem csak kívülről látták, hogy igen, Király Gábor kint van, megint ő véd, az olyan természetes... De volt, amikor elküldtek a csapatból, volt, amikor sokáig a kispadon ültél, miközben más védett, tehát... Olyan nem volt, hogy elküldtek, mindig én választottam a, a lehetőségeket. Olyan volt, hogy ritkán talán a pályafutásom ö, 10-8-10 százalékában -10 a meccseknek padon ültem. Én azt gondolom az elviselhető, hiszen ezért mindig nem lehet védeni, nagyon sokszor kell pihenni is, hiszen óriási teher alatt vagyunk, vagy voltunk profi focistaként, mentálisan és fizikailag is. És akkor még ott van a család, ott vannak a barátok, ott van a munka. Tehát mit csinálsz, amikor mélyponton vagy? Mi segít? Én megtanultam a, a pályafutásom alatt ezeket kezelni, és rögtön ö, lépek egy olyat, amit, amit nem biztos, hogy mindenki ért, de két hét múlva megérti. Úgyhogy én mindig megyek előre, én mindig azt nézem, hogy hogy pozitívan lássuk a, a jövőt, mindig dolgozni kell érte, menni kell előre, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az életünkben, hiszen nem hátrafelé kell tekinteni mindig előre, mert az a jövő, ami előttünk van. Tehát ez, hogy a munkában menekülsz, és egyébként fizikailag felülsz egy motorra, széttörsz <laughs> három tojást, elmész szaunába, futsz 10 kilométert. Ezek, ezek teljesen, tehát akár egy, 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 délutáni motorozás, ami kikapcsol engem kicsit a természetbe lenni. Igazán nevetni egy motoron láttalak. <laughs> a szintén videón. Tehát Igen. akkor vannak azért pillanatok, amikor, nagyon amikor sokan... ez a nagyon komoly és megfontolt Ember, még Nagyon sem. sok van, és jól is tudom kezelni ezeket. Érzem azt, hogy két-három nap pörgés után, mikor tényleg reggeltől estig meg nem állok, utána van egy fél nap, amikor nekem egy kicsit vissza kell vennem, el kell vonulni, de nem esek ki a munkából, és hála Isten a, a, a cégbe is olyan kollégákkal vagyok körbevéve, illetve az egyesületben is, akik abszolút önállóan is tudnak dolgozni, csapatban is do tudnak dolgozni, hiszen a szlogenunk is azt jelenti, hogy egy csapat, egy család, tehát mindenképpen ezt, ezt a közösséget szeretnénk így együtt tartani, és mindenki fejlődőképes, tehát aki újonnan kerül hozzánk, ők is abszolút fejlődőképesek, és ki tudjuk belőlük hozni a maximumot. Ezért, tehát, hogy az, a, azt a tudást, amit én külföldön szereztem, és tapasztalat, azokat a magyar emberekbe akár motivációként beletegyem, vannak olyan dolgok, amik az élet minden terén, amik én mondjuk 97-98-ban találkoztam vele, és Magyarországra jött be egy-két éve, tehát itt is látjuk azt a, a kis Igen, azt akartam mondani, hogy nem könnyű a külföldi tapasztalatokat Magyarországra adaptálni. Ebből is látszik, meg egyéb dolgokban is, hogy te egy nagyon jó diplomácia érzékkel megáldott, és jó kommunikátor ember vagy. Most utoljára mikor a saját Facebook oldaladra megelőzve minden kérdést kiposztoltál egy Zsuzsák Balázsnak gratuláló posztot azzal kapcsolatban, hogy megdöntötte a te válogatottságodat. Ugye neked 108 válogatottságod van, és most egy magyar-görög barátságos meccsen Zsuzsák Balázsnak 109 lett. És nyilvánvaló volt, hogy a sajtó így megy, és megkérdez tőled. Már csak azért is, mert egy kicsit furcsa volt a dolog, mert három éve nem volt már válogatott Zsuzsák Balázs, Senki sem gondolta volna, hogy újra az lesz, és visszahívták egy búcsú ahol pont megdöntötte a te csúcsodat. Aztán néztem az életrajzodba, hogy akár ez veled is megtehették volna, mert miután visszavonultál a válaszgatottságtól, utána három évvel fejezted be a sportpályafutásodat, tehát ugyanígy rendezhettek volna neked egy meccset. De mindezt megelőzve Szóval kiraktál egy posztot. És most valószínű hiába kérdeznélek erről, hogy mit gondolsz, úgysem sem mondanál semmit. De elmondom természetesen, hiszen ugye engem is elbúcsúztattak a svéd mérkőzés, en, svéd mérkőzés előtt, tehát az volt nekem a 108. válogatottságom, úgyhogy a válogatott szinten engem is elbúcsúztattak. Uh, ugye erre a, a válogatottsági rekord, erre a rekord, a rekordok azért vannak, hogy megdöntsük őket, hiszen ezért dolgozunk, ezért ez éltet minket. Uh, örülök annak, hogy egyedüli 108-szoros válogatott vagyok, tehát én mindig a pozitív oldalát veszem, és ugye Gyugyák Balázsral nagyon sok mérkőzést vívtunk együtt, csapatkapitány volt sokszor a csapatnak. Tehát és nem előre posztoltam, hanem amikor ő pályára lépett elindult a labda, akkor posztoltam, hiszen akkor történt meg. Tehát ö, azt gondolom, hogy ez. Ez, ez fo focista körökben meg profi focisták. Hát nem időzítettél ezért... pontosan. Ö, igen, tehát ö, igazából nem időzítettem, hanem pont akkor nyomtam meg a, a, a posztgombot. De nem is, nem is ez a fontos, hanem az, hogy a profi focisták ö, ö, egy. egy egy más szűkebb világban élnek, hiszen, amit mondtam, nagyon nagy nyomás alatt vannak, teljesíteni kell, sok, sok irányba meg kell felelni, és azért a mi világunk egy kicsit azért szűkebb, másabb, úgyhogy abszolút, tehát én is ugyanúgy, mikor emlékszem, Lothar Matthäusnak megdöntöttem a Európa-bajnokságon legidősebb játékos rekordját, és rögtön a Lothar, ugye mi játszottunk egymás ellen, a Bayern München Hertha, Lotár volt válogatott edzőm, és, és ugye egy válogatott mérkőzésen megdöntöttem ezt a rekordot. Lotár egyből a mérkőzés után gratulált. Én azt gondolom, hogy ebbe a világban ez, ez, ez normális. Azért nem rossz megdönteni egy Lothar csúcsát, meg kell mondjam. Ezt is megfogják, tehát igen, ez azért már csak a rekordok ilyen ez a azért vannak, igen. Egyébként azért érdekes, és be is fejezzük ezzel a beszélgetést, mert Király Gábornak mennie kell, én még sokáig elbeszélgetnék vele, de hát ugye a az üzlet, üzletemberi, üzletember, tehát a sporttal kapcsolatos teendők, hogy mind a ketten, hogy egy kicsit párhuzamot vonjak a nyugattal, de egyáltalán nem egy polcra helyezve őket. A nyugat.hu-nál is szombathelyről próbálunk valamit csinálni, amit úgy gondolunk, hogy nemzetközi színvonalúnak szánunk, és ott van Budapest, ott van a nemzetközi, mi meg itt vagyunk középen és egyrészt a Budapestről való távolsága sok mindent jelent, mert nehezebb az embernek az érvényesülés. Másrészt meg egy kicsit könnyebb is, mert könnyebb a nemzetközi dolgokra tekinteni, és nem veszünk el a budapesti rengetegbe. Azt gondolom, hogy fontos mindenkinek, hogy egy bázisa legyen, egy fix bázis, és onnantól kezdve a kapcsolatok révén a hatékonyság a legfontosabb. Ez minden területre igaz, a tudománytól elkezdve a sport minden téren. És az a kérdés, hogy mi mit akarunk tenni, mi, mi belátjuk a jövőt, mit akarunk saját magunk elérni, mit akarunk a, a társainkkal, az embertársainkkal elérni. Úgyhogy nekem ez a, a hitvallásom, hogy egy olyan közösséget alakítsunk ki, amiben az emberek jól érzik magukat, gyerekek örömöt lelnek a sportban, szülők ö, szintén ö, nagyon jó ö, lelki békére találnak, és az emberek tudnak nálunk sportolni, pihenni. Nekem ez a legfontosabb, és tudom azt, hogy, hogy aki innen elmegy tőlünk, az azt mondja, hogy szombathely jártam, ebben meg ebben a, a, a király sportlétesítményben, és, és jó élményekkel megy el Szombathelyről, mert nagyon sokan jönnek, és nagyon sokan viszik a, a jó hírét szóval a városban. Szóval mi bánott Szombathelyt utólag sem. Nem bánom, mert én is éltem nagyvárosban, tehát London, München, Berlin, akár Manchester, tehát, de mindig, mindig az a fontos, hogy amit, amit, teszel, ami a te értéked, ahová el akarsz érni. És ezt el lehet érni Budapestről is, Szombathelyről is. Persze természetes, hogyha ez a sportlétesítmény Budapesten lenne, más lenne az egész közeg, de pont ehhez, és amit említettél 2003-ban, amikor édesapám mondta, hogy miért akarsz itt egy sportlétesítmény építeni, főleg úgy, hogy külföldi gondolkodásra, én azt mondtam, hogy, hogy nem feltétlenül a külföldöt akarom egy az egybe hazahozni, mert mert azt nem lehet, hanem szeretném ezt beépíteni, integrálni a magyar közegben, hogy egy tiszta, jó kis közeg legyen, amiben az emberek jól érzik magukat. És, és a kollégákkal, a csapattal jól haladunk ebbe az irányba. Magyarországnak jelenleg nincs oktatási minisztere. Amiket elmondott, vagy elmondtál, én tudok egy jelöltet, nagyon jó elvek ezek, amiket hallottunk tőled, bár csak így valósulna meg a Gyermekei tarog. még annyi az oktatás, hogy bilinguális iskolába jártak mindenhol, tehát az oktatásban is azt gondolom, hogy nagyon nagy olyan tapasztalat van, ami, ami, a működést is jelenti, de mivel nekem nem az a feladatom, így próbálom az oktatási részt is a mi kis egységünkbe benevelni. Meglátjuk, hogy ez mennyi időbe telik. Király Gábornak én minden esetre adtam egy nyugatos pólót. Hát, ha egyszer kapok egy Király Gáboros Köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgetett velünk. Nektek is köszönöm a figyelmet. Ezt az adást a Nyugat YouTube csatornáján végignézhetitek majd. Meg a Nyugat oldalán is természetesen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Király Gábornak sok sikert kívánok. Nektek pedig sziasztok. Rozná Gyöngyit hallottátok. Köszönöm szépen.